Mexikóban is megismerkedtem újabb arcokkal, többek között Kárlal, aki az Egyesült Államokból települt ide, megvette ezt a mögöttem levő házat, amiben aztán lakásokat alakított ki, ezeknek a kiadásából él. A lakói között van dél-afrikai, kanadai, amerikai. Most a legújabb projekt az, hogy az egyik helységben épített egy alvógalériát, amihez szüksége lenne egy létrára, ennek az elkészítésében fog segíteni. Mire majd fel kell jutni a lépcsőn, ez Karl műhelye tulajdonképpen. Ilyen vasakkal szeret foglalkozni, heggeszteni, meg ilyesmi. A létre majd oda kerül a falra, és akkor az én részemet, ugye a famunkát, azt majd kiegészíti valami kis vas dekorációval, vagy heggesztel valami meg. Számok tekintetében elég jó a helyzet, mert ahogyan említettem, a tulajsrác is szeret barkácsolni, és hát ahogyan mondtam, vassal foglalkozik. Például ő készítette ezt a csodálatos fém pálmafát. Na és akkor hát a szerszámok is ennek megfelelőek, tehát ez például egy fémvágó gép, de egy fa korong van belerakva, és akkor hát most ezt használom gérvágó gyanán. De van körfűrész, van akus behajtó, csavarbehajtó, szóval nem panaszkodom. Felvágtam méretre az anyagot és lecsiszoltam. Mondjuk a csiszoláshoz is egy ilyen flexbe fogott csiszolókorongot kell használnom, de hát a célnak meg fog felelni. Most ebben a stádiumban van a dolog, darabokban, akkor nem sokára elkezdem összerakni. A lépcső, és akkor ahogy említettem, Karl az vasakkal foglalkozik, és inkább híve az íveknek, mint az egyenes vonalaknak, és akkor ő ezt a korlátot adta hozzá, illetve a vasak azok rögzítik a falhoz a dolgot, és akkor védelemnek ide a ventilátor mellé
csinált egy ilyen védőrácsot. Gondolom, hogy amikor megy a ventilátor, és fölmászom, akkor nehogy belekapjon a fejünkbe. Na jó, végül így néz ki, elég rusztikus. Végül is nekem tetszik.